ausztrál tudósítónk már itt vár a vonalban lassan egy hete, hogy egy kicsit elavult hírről tájékoztasson minket. Ezen kívül láthatok egy rövid oktatóanyagot is arról, hogy hogyan ne küldjetek farokképet gyerekeknek. Hát ez lehet, hogy néhány embernek hasznos lehet. És rövidesen jövök egy rövid filmajánlóval is. Ez itt a heti hatás. Kulisszatitok rovat. A múlt heti volt az utolsó munkahetem, ami iszonyat sűrűre sikerült, úgyhogy nem nagyon léptem tovább grafika fronton, viszont gondolkodtam azért azon, hogy mit lehetne kihozni a 6-7 témából, amikor rádöbbentem arra, hogy a 7x6 az... 42. Eredetileg ez nyilván nem volt a koncepció része, és egész ideig fel se tűnt, de véletlenek nyilván nincsenek. Komment szekció rovat. Volt egy kérdés a tőzeglegyekről, hogy hogyan lehet megszabadulni tőlük. Ezt viszont csak most olvastam, úgyhogy ez majd a jövő heti adásba fog bekerülni. Viszont a múlt heti rész után többen megjegyeztétek, sőt, volt, aki személyes üzenetet is írt miatta nagyon udvariasan, hogy a JNS az Jász-Nagykun Szolnok megyének a rövidítése. Szóval eljutottatok a videóban nagyjából a 7. percig, és ez volt az észrevétel. Különösen azután, hogy nem is olyan régen egy egész videóban újjongtam egy filmfesztiválról, ahol zsűriztem tavaly, Szolnokon. Akkor is elmondtam, hogy a helyi Tisza mozi, vagyis a Tisza Part mozi, ezen nem fogok napirendre térni. Elég sokat tesz azért, hogy a fiatalok vizuális kultúrája fejlődhessen. Vannak még ehhez hasonló műhelyek az országban, de viszonylag kevesen, úgyhogy érdemes rájuk odafigyelni. És pont itt Szolnokon mutattak be múlt héten egy diákfilmet, aminek a... ja, filmajánló rovat. Ma munka közben készítettem egy tervet. Mondhatni, egy teljes életstratégiát. Szóval volt ez a diákfilm, amit most mutattak be Szolnokon. Diákok írták a forgatókönyvét, diákok játszották, diákok rendezték, diákok vágták, és jó eséllyel többnyire diákok is nézik, de azért érdemes róla említeni egy néhány szót. Csak egy kis kreativitásra volt szükség. És hamarosan elértem a 20.000 feliratkozót. Érted, elmagyaráztad nekik, hogy nem hagyhatom. Nem akarok nagyon Demeter szilárdkodni, de ez a film a várakozásaimmal ellentétben simán párba állítható, nagyon sok hazai kortárs filmes termékkel. A film a közösségi médiáról szól, arról, hogy milyen torz képet közvetít kifelé, és persze arról is, hogy milyen hatással van magukra az alkotókra. Nyilván fiktív a történet, de azért nagyon sok valós kapcsolat van benne, vagy legalábbis remélem, hogy fiktív. Igen, van egy kis FOMO utánhatása, de a másfél millió szempár címadás legalább sokkal jobb, mint a bízom benne, hogy a következő alkalommal sikerül majd eltávoznod az élők sorából. Gyűlölöm az egész estés filmcímeket. Arról nem esik szó a filmben, hogy mennyire fontosak a lájkok, illetve a kommentek az algoritmusok szempontjából, ettől függetlenül nézzétek meg, a linkjét berakom a leírásba. Ingyenes, fenn van YouTube-on a teljes változat. Az pedig, hogy mennyire valós vagy kamu emberek állhatnak egy-egy közösségi média profil mögött, akár még a felnőtteknek is tanulságos lehet, különösen, hogyha látszólag gyerekek kérnek tőlük farokképeket. Rövidesen jövünk ezzel is vissza, viszont előtte kapcsoljuk Ausztráliát. Elavult, de már be volt készítve rovat. Novák Djokovic sztoriát talán már el is felejtettük, pedig néhány héttel ezelőtt felvetett néhány etikai meg diplomáciai problémát, felszínre kerültek az ausztrál bevándorlásügy ilyen-olyan problémái, megvitatta már ezt a témát mindenféle szakértő és fotelsportdiplomata. A heti hatás viszont arra volt kíváncsi, vannak-e esetleg még hozzáadható fejlemények az ügyben. És most kapcsoljuk Ausztráliát, a következő bejátszót az angolul nem beszélő nézőink számára természetesen feliratozzuk. And now to our correspondent in Australia, Mr. Austral Tom. Hello Tom, can you provide us with further information, perhaps with personal insights on the Djokovic case? Servus László, igen, ez a hír igazán megrázta az országot. Személy szerint én mindig jobban szerettem a francia drazsét, ezért megkönnyebbültem, hogy kiutasították a Djokovicot. Austral Tom, Australia. Thank you, Tom. That was f***ing helpful, mate. Egyébként volt egy kevéssé hangoztatott fordulat. Az több helyen megjelent, hogy Djokovicot egy elég különleges viszony fűzi a Covid-hoz, ugyanis 80%-os részesedése van egy olyan dán biotechnológiai cégben, ami szemlátomást Covid ellenes terápiát fejleszt. Tehát mondhatnánk, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze, Djokovic érdekelt abban, hogy minél kevesebb ember oltassa magát, tehát minél többen kapják el a Covidot, hogy aztán piacra tudja dobni a gyógyszerét. A helyzet viszont nem ilyen egyszerű.
Ott kezdett gyanúsá válni a dolog, hogy a sajtóhírek megjelenése után jött a szabadkozás, hogy itt tulajdonképpen nem is egy újfajta gyógyszerről, hanem egy teljesen más megközelítésű terápiáról van szó. A cég honlapja egyébként hemzseg a csili-vili stockfotóktól, meg persze a híres biokémikustól, Nikola Teslától származó idézettől. A linkek közül viszont ennek a videónak az elkészítése közben nem volt elérhető a sajtóközlemények rész, egyedül a tudományos publikációk rovat, ami nem is baj, mert az oldal szövegezése elég bullshit gyanús a kvantumrezonanciákkal együtt. Az már elsőre is jól látszik, hogy az ígéretes sajtóközlemények és a tudományos publikációk tartalma között az égvilágon semmilyen kapcsolat nincsen, ráadásul van egy hatalmas filmszakadás a 90-es évek és a 2020 óta megjelent publikációk között. Ezen felül az összes cikket ugyanaz a három ember jegyzi, ami nyilván nagyon jól mutat a hollywoodi filmekben, hogy egy magányos tudós vagy egy maroknyi tudós csapat száll szembe az elemekkel, a valóságban viszont ez a lehető legritkábban van így. Egy magára valamit is adó gyógyszercég esetében kutatók tömkelege dolgozik egyetlen cikknek a publikálásán is. Ez már önmagában is elég sok piros zászlócskát lenget, pláne ha hozzáveszünk azoknak a nyilván a Covid lobby által fizetett kutatóknak a véleményét is, amik szerint a cég kifejezetten szakmaiatlan és a kommunikációja hemzseg a mindenféle pontatlanságtól. Kijelenthetjük, hogy lényegében egy tudományos alapokat nélkülöző misztikus ízét próbál fejleszteni néhány délszláv kutató Dániában, akinek a cégébe egy dúsgazdag szerb teniszező önti a pénzét. Hát azt nem tudom, hogy a jogi osztályuk hogy áll, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy érdemes szkeptikusan közelíteni ehhez a témához. Mint ahogy ahhoz is érdemes szkeptikusan hozzáállni, hogyha egy gyerek kér tőlünk farokképet az interneten. Erős kontent következik. Tutorial rovat. Szia uram! Igen, maga ott. Gondolkodott már azon, hogy hogyan tudna nem küldeni farokképet gyerekeknek az Instagramon? Semmi gond, most 10 másodpercben megmutatjuk önnek. Felkészült? Óra indul. Első lépés. Ne küldjön farokképet gyerekeknek. Második lépés. Ismételgesse az első lépést folyamatosan a nap 24 órájában. Ugye milyen egyszerű? Önnek is menni fog. Hát nem biztos, hogy ez mindenkinek olyan egyszerű, legalábbis egy fővárosi gimnázium egyik tanárjának nem sikerült betartani ezt a pofon egyszerű protokollt, és képet küldött a padlizsányáról egy gyereknek. Csavar a történetben, hogy egy kamu profilnak, amit a diákjai hoztak létre, hogy lebuktassák a tanárurat. És hogy miért kellett ilyen módon bizonyítékokat nyerni? Hát a cikk szerint azért, mert a tanár úr nem pedagógushoz méltó viselkedése miatt a lány tanítványai kifejezetten feszélyezve érezték magukat az óráin. Ez a kamu profilos megmozdulás viszont akkora botrányt kavart, hogy szerencsére a tanár urat eltávolították az iskolából. Ezt az egész sztorit egyébként az Átlátszó oknyomozó cikke foglalja össze. Az ügy egyáltalán nem egyszerű. Ott van egyrészt a tanárnak az oldala, aki a jelek szerint ugyancsak tisztában van a tettei súlyával. Ha valós, ami a cikkben szerepel, akkor ez teljesen menthetetlen. Ezt persze most nem jelenthetjük ki 100%-ig, ennek a felderítése az illetékes szerveknek a feladata, de erről majd később. Másrészt ott van, hogy mennyire jártak el helyesen a diákok a kamu profilos törbecsalással. Ha a szándék tényleg az volt, hogy így szerezzenek bizonyítékot, amit másképp nem lehetett volna megszerezni, akkor teljesen védhető a dolog, jogilag is. Ezt támasztja alá, hogy a diákok korábban többször tettek panaszt, amire az adott válaszok nem voltak teljesen kielégítőek. Árnyalja viszont a képet, hogy a megszerzett farokfotók nem azonnal kerültek mondjuk az iskola vezetéséhez, hanem előtte azért széles körben terjedtek a diákság között. De 16 éves kamaszokról beszélünk, akiktől nem várható el, hogy egyrészt ismerjék a hivatalos utakat, másrészt 16 éves kamaszokról beszélünk, akik 16 éves módjára viselkednek, és ez így van jól. Ebben a korban az ember még kifejezetten kockázatkereső, feszegeti a határokat, és néha falakba kell ütközni ahhoz, hogy egy erkölcsileg megalapozott döntéseket hozni képes felnőtt válhasson belőlük. Tehát igen, szükség van arra, hogy a diákoknak visszacsatolásokat adjanak megfelelő módon arról, hogy mi az, amit helyesen cselekedtek, és mi az, amit nem biztos, hogy így kellett volna meglépni. De nem hiszem, hogy erre az a járható út, amit az iskola vezetése csinál, hogy feljelentést, illetve fegyelmi eljárást helyez kilátásba. Az egész helyzet eleve abból adódott, hogy nem volt meg a bizalmi légkör a diákok, illetve az iskola között. Tehát nem tudtak az iskolához fordulni a diákok a problémával, illetve ha fordultak is, nem vették őket kellően komolyan. Nagyon kis esélyét látom annak, hogy a befenyítések orvosolni tudnák a jövőben fellépő hasonló problémákat. Még egy szó a bizalmi viszonyról. A Blick
megkereste az igazgatónőt, idézem. A szülői értekezleten kialakult kellemetlen szituációra vonatkozóan, ahol a diáklányok sírva idézték fel a tanár velük szemben tanúsított illetlen viselkedését, azt válaszolta, hogy előzetesen nem számítottak a diáklányok kínossá vált beszámolóira. Kínossá vált beszámolóira. Tehát amikor odáig jut a helyzet, hogy nagyjából 50 ember előtt, szülők, tanárok, diáktársak előtt, arról kell beszélni egy serdülő lánynak, hogy hogyan molesztálja őt az egyik tanára, elsírja magát. És ez kellemetlen. Tisztelt igazgatónő, egy ilyen helyzetben én is elsírnám magam. Úgyhogy csajok, le a kalappal előttetek, hogy kimertetek állni magatokért, és ami a legfontosabb, nem kell mindig jó kislánynak lenni, hogyha egy felnőtt erre kér titeket. Na de térjünk vissza a tanárra. A Blick egy későbbi cikke alapján a BRFK nyomozást rendelt el gyermekpornográfia büntet gyanúja miatt. Azt mondjuk, a nyilvánosságra került adatok alapján nem teljesen értem, hogy miért pont gyermekpornó, mert hogy ahhoz pont, hogy a gyereknek kellett volna intim képet küldenie magáról, nem pedig fordítva. Szóval nekem ez sokkal inkább passzol a kiskorú veszélyeztetése tényállásba, de ezt majd feltárják a szervek, bízunk benne. Mint ahogy abban is bízhatunk, hogy ez egy elszigetelt eset volt, hiszen ha ilyen máshol is előfordulna, akkor az iskolák nyilván nem a homokba dugnák a fejüket, vagy nem próbálnák meg a nyilvánosságot és a botrányokat elkerülendő, minél hamarabb zárt ajtók mögött mindenféle külön alkuval elsimítani a hasonló ügyeket. Nyilvánvalóan kényes témáról van szó, és nem lenne célszerű, hogyha a gyerekekre ez rányomná a bélyegét, de azért mostanra ki kellett volna alakulnia egy megfelelő eljárás ennek a hasonló ügyek esetében. Ráadásul tavaly óta még erősebb jogi eszközeink is vannak a pedofil bűnelkövetőkkel szemben. Erősebbek, hatékonyabbak, célra vezetőbbek, hogy még véletlenül se léphessék át azt a bizonyos vörös vonalat. Ezt most itt rosszul idéztem. Bocsi. Optimista lecsengés rovat. És hogy ne ilyen depresszív hangulatban kelljen lezárnunk az egészet, jöjjön egy vidám sajtóközlemény, amit néhány perce kaptam. Kedves kolléga, immár 17. alkalommal választották meg az év gombáját. A Magyar Mikológiai Társaság honlapján rendezett közönségszavazás eredményeként 2022-ben az ízletes Rizike viseli ezt a kitüntető címet. Sziasztok!